Külföldi partnerek keresése, kapcsolatépítés és tapasztalatszerzés volt a legfőbb célja a közelmúltban rendezett floridai magyar csúcs találkozónak, ahonnan a napokban tért haza Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai karának dékánja. Az egyhetes szakmai program 20 amerikai és hazai egyetem részvételével zajlott, de számos üzleti vállalkozás is bekapcsolódott a több mint 50 előadást is magában foglaló rendezvényben, fogalmazott Árpási Zoltán. Egy 2500 fős magánegyetem működését is megismerhették a program során, ahogy egy Szolnok lakosságával azonos hallgatói létszámú kampusz életébe is betekinthettek. University of Central Florida. Hát itt már egy nagyobb ugrás, ha lehet azt mondani, a hallgatói létszámban, mert 70 ezer hallgatója van ennek az egyetemnek, ami a hazai viszonylatban is nagyon, nagyon nagynak számít, de nyilván az maga az Egyesült Államok is sokkal nagyobb. Itt is nagyon tartalmas, érdekes előadások voltak az együttműködési lehetőségekről, a Fulbright programról, a kutatási programokról, startup inkubációról és egyéb területekről, és hát nyilván mindegyik programnak, ennek is, meg a másiknak is egy fontos része aztán a kapcsolatépítés, a networking. Árpási Zoltán a Hungarian Summit elnevezésű csúcs találkozó során kapott lehetőséget, hogy összegyetemi szinten mutassa be a Gál Ferenc Egyetemet. A dékán elmondta, az előadást követően rögtön megkezdődött az egyeztetés a lehetséges amerikai partnerekkel, a konkrétumok kidolgozása pedig folyamatban van. A fő területek a már említett Fulbright program lehet, szívesen fogadunk amerikai professzorokat, illetve gyakori az az Egyesült Államokban, hogy egyetemek képviselő, illetve hallgatók egy-egy kurzusra, mondjuk egy ilyen summer school, egy nyári iskola, nyári akadémia jelleggel átjönnek Európába, és akkor Olaszországban, Németországban, vagy éppen Magyarországon eltöltenek 2-3 napot egyfajta tanulmányút jelleggel. Tehát azt gondolom, hogy ez ennek mindenképpen van helye, szerepe. Természetesen ők is viszont várják akár a magyar hallgatókat, akár a tanárokat. A floridai csúcs találkozó során számos jó gyakorlat mellett olyan területeket is megismerhettek a hazai felsőoktatási szakemberek, mint például az alumni programok működése.